Új időszámítás kezdődött tavaly ősszel a középiskolai szakképzés rendszerében. Tartalmilag, formailag és módszertanilag is megújult az oktatás, a diákok immár szakképzőiskolákban és technikumokban tanulhatnak. Szeptember óta munkaszerződést is köthetnek gyakorlati képzőhelyekkel, így már diákéveik alatt pénzt kereshetnek. Hangzott el 35 perc című műsorunk az elmúlt hónapok szakképzésben történt változásaival foglalkozó beszélgetésében. Az első év után, amikor 9. évet elvégzi, akkor egy ágazati alapvizsgát kell tenni, és aki ezt sikeresen teljesíti, akkor a szakképzőiskolai osztályt elvégezve 2 évre bekapcsolódhat és munkaszerződést köthet olyan gyakorlati képzőhelyen, aki regisztrált, illetve szintén szeptembertől válik elérhetővé azok az ágazati képzőközpontoknak a köre, akik ilyen munkaszerződést köthetnek, és nagyon nagy jelentősége ennek, hogy a bevezetett ösztöndíjrendszer mellett azon túl, aki munkaszerződéssel rendelkezik, havonta 104 ezer forintot is kaphat. Egy éve alakultak meg az agrár szakképzési centrumok, az országban 5, amelyekhez 61 intézmény tartozik. Az északi és keleti megyékben működő központ 11 iskolájába 3300 tanuló jár. A mezőgazdaságban különösen nagy gondot okoz az utánpótlás hiánya. A cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok minél nagyobb számban válasszák ezt a területet. Az oktatás során itt is fontos a felgyorsult világ változásaihoz való alkalmazkodás. A mesterséges intelligencia egyre inkább térhódítást élvez ezen a területen is, minden egyes szakmában, minden egyes ágazatban, és ennek az alkalmazása, az alkalmazásra felkészülés az mindenképpen fontos. A másik dolog pedig maga a vállalkozási ismereteknek a birtokában lenni, hiszen kis és középvállalkozások kiemelt támogatása megcélzott az elkövetkezendő időszakban is, és egy jól működő vállalkozásnál alapvető, hogy azokkal a pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen, ami meghatározza a működését. És ezt mind megkapják önöktől? És ezt természetesen az agrár szakképzésben mindenki megkapja. A főigazgató beszélt arról is, hogy szeptembertől új elem lesz az okleveles technikus képzés, amely lehetőséget ad a középfokú szakképzőiskolában tanult tárgyak beszámítására 30-40 kredit értékben, ezzel fél évvel lerövidítve a felsőoktatási képzés idejét. A tapasztalat egyébként az a szakképzésben, hogy a diákok jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, akik nem mindig engedhetik meg maguknak, hogy részt vegyenek az oktatásban.